A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon két idézettel kezdeném az élet az, ami két olvasás között van, illetve nincs fenségesebb, mint az emberek szívét igény kell meghódítani. És hogy miért is hoztam ezt a két gondolatsort? Hát azért, mert hogy az elmúlt időszakban nagy örömünkre a már vártalak találkozók egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, de hát ez így volt már az elmúlt időszakban, és ebben kiemelt szerepe van vendégemnek, Dányi Hajnalkának. Csókolom a kezét, örülök, hogy itt van velünk. No, hát erről fogunk beszélgetni az elmúlt időszakról, és hogy alakult ez ki. Előtte azonban ismerkedjünk meg önnel. Hivatásválasztás. Azt hiszem, hogy ez egy kulcspillanat minden fiatal életében, és ha ezt végigviszi teljes egészében, és a kultúra szolgálatába szegődik, akkor ez nagyon-nagyon fontos pillanat. Igen, én tanárként végeztem, és könyvtárosként annak is készültem, illetve tanítottam is egy ideig, és aztán az élet úgy hozta, hogy nem ezen a pályán helyezkedtem véglegesen el, és most jelenleg a könyves már vártalakban dolgozom, és próbálunk lehetőséget teremteni azoknak az embereknek, akik szívesen olvasnak, esetleg bizonytalanabbul választanak, hogy hozzánk jöhetnek bátran, vagy ha esetleg követik a könyvklubos eseményeinket, akkor ott is tudunk ajánlani olyan olvasnivalót, amit érdemes kézbe venni. Hogy szerelmesedik bele valaki az olvasásba, az irodalomba, a könyvek szeretetébe? Gyerekként a Tarzan könyvekkel. Én velük lettem annak idején olvasó, és aztán általános iskolában, 8-osként döntöttem el, hogy én tanítani szeretnék. Nagyon-nagyon jó magyar tanárom volt. Én mégis azt gondoltam, hogy én másként szeretnék az irodalomhoz hozzányúlni, hogy amit az olvasó gondol a szövegről, az szerintem hiteles és él, hogy nincs egyféle elfogadott és hitelesített megoldás a szöveghez. Tehát azt a milliót kell megteremteni az olvasó számára, amit ő szeretne ebben a értelemben? Igen, illetve ha van egy gondolatunk a szöveghez kötődően, akkor az jó gondolat és az jó olvasat. Mert nekem olvasóként ezt jelenti az a szöveg vagy az a gondolat, hiszen annyian vagyunk, olyan különbözőek vagyunk, és mindenkiben mást indít el az író és a szövege. Tehát amikor döntött, hogy ezt fogja képviselni, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy bizonyos értelemben nehéz feladat, hiszen továbbadni az olvasás szeretetét, illetve egy-egy mű megismerésének lehetőségeit, annál fontosabb nem nagyon van. Igen, és azt gondolom, hogy nagyon sok a bizonytalanság az emberekben és a fiatalokban is, mert hogy egy picit az irodalomoktatásunk azt várja vissza, vagy azt a gondolatot várja vissza, amit a tankönyvekben lát a gyerek, és elbizonytalanodik abban, hogy ha esetleg ő mást érez, akkor az jó gondolat-e, és jó élmény, jó értelmezése. Ez a tanulmányai ezt megerősítették? Tehát igen. Gondolok itt, amikor a felsőfokú tanulmányait végezte. Nekem inkább ez egy még korábbi élmény volt, hogy mást gondoltam, vagy én mást éreztem egy versben, és akkor hittem azt, hogy nem ez a tanár feladata
hogy hiteles olvasatot közvetítsen, hanem megmutassa a lehetőségeket. És utána én nagyon szerencsés voltam, mert Szegeden végeztem a főiskolai, meg az egyetemi tanulmányaimat, és nagyon-nagyon jó tanárok, jó pedagógusok vettek akkor körül bennünket, akik ehhez lehetőséget és teret biztosítottak. Tehát szabadon szárnyalhattak bizonyos értelemben. Igen. Igen, rendkívüli felelősség a pedagógusok, igen, én azt gondolom, de már kisiskolás kortól, és amikor kiteljesedhet ez emberfia, értelemszerűen az már a főiskolai egyetemi évek alatt történik meg, de ennél fontosabb a gyakorlat. Tehát nyilván a töpörtyű korától olvasott. Voltak olyan megerősítései, hogy ezt igenis folytatni kell, és továbbadni mindazt, amit megtanult? Azt gondolom, hogy az emberi, igen, hogy kapunk megerősítéseket, és akkor tudja csinálni a dolgát, vagy ha azt látja, hogy figyelnek rá, hogyha a szüleinél is azt látja, hogy könyvek vannak otthon, szívesen olvasnak, hogy ez a mindennapi életnek a része. És amikor az ember felfedezi önálló olvasóként, hogy milyen világok tárulnak ki a könyvek által, milyen lehetőségeket, élményeket nyújtanak a könyvek, akkor az szerintem fantasztikus. És utána próbálja megmutatni és továbbadni, akár barátoknak, akár a saját gyerekeinek az ember. Igen, ez egy nagyon fontos pillanat, mint az is, hogy melyek azok a könyvek, amelyek meghatározzák a későbbieket. Tehát az első időszakban nyilván a mesék, a mesekönyvek, aztán ahogy folyamatosan nő a gyermek, a tinédzsernek már nyilván egészen más elvárásai vannak egy-egy könyv kapcsán, amikor pedig kiélelt tudással rendelkezik, akkor megint csak önnél lesz. Hogy volt? Én tulajdonképpen mindent olvastam. Ahogy említettem, én a Tarzan könyveken lettem olvasó, ami nem kifejezetten lányos olvasmány talán, és utána rengeteg könyvtárba járás, nagyon sok könyvajándék, a főiskolán is hosszú A4-es oldalnyi listákat kaptunk, ami szintén kinyitotta az ember szemét arra, hogy mennyi izgalmas kortárs irodalom is fellelhető a klasszikusokon túl. És utána pedig már önálló olvasóként próbál az ember keresni, válogatni. Nagyon jó könyves magazinok, interneten elérhető oldalak vannak. Akkor szerintem nagyon fontosak az olvasóknak a különböző listák, amiket esetlegesen magazinok vagy díjak állítanak az olvasók elé, mert ez is már egy leszűrt szekciót mutat meg, hogy miből érdemes választani és olvasni. Tehát a kortárs és a klasszikus kézen fogva jár, ugyanakkor nagyon-nagyon fontosak a szerzők. Nyilván a magyar irodalom kedvelői azért foglalkoznak azzal is, hogy mi jön a világirodalomból közel hozzánk, klasszikusként, kortársként egyaránt. Önnél ez hogy alakult ki? Kik azok a klasszikusok, amelyeket ma is szívesen ajánlana az olvasók figyelmébe, vagy ajánl? Hát, a klasszikusokról azt gondolom, hogy ott azért klasszikusok, mert érdemes őket olvasni. Pont a hétvégén a lányommal beszélgettünk Ed Woodnak a Penelope című újonnan kiadott kötete kapcsán, hogy mennyire izgalmas Homérosz munkája, hogy eltelt azóta hány évtized, évezred, fordult a világ, és mégis azok a témák, amiket ő érintett, a mai napig megmozgatják az írók fantáziáját. Akár olyan szemszögből, hogy nem a főhős, hanem a felesége szemszögéből próbálják bemutatni azt a hosszú utazást. Úgyhogy azt gondolom, hogy a klasszikusokhoz bármikor érdemes nyúlni, és mindegyikhez. És a kortárs klasszikusokra gondolom ugyanez igaz.
mert azért vannak a kortárs klasszikusok között is. Például a Tarzan könyvek szerzői, vagy akár Rowling, vagy mondhatjuk, már klasszikusnak minősül. Így van, hogy aki egyszer nagyon modernnek és frissnek számít, eltelik 10-15 év, és már a klasszikusok közé soroljuk őt. Vagy például a gyerekirodalomból Bár Juditnak a Ruminia. Annak idején ő is mennyire friss volt, és most már klasszikus gyerekirodalomnak számít. És a ma, tehát a kortárs mai gyermekkönyvek közül én azt hiszem, hogy bátran ajánlhatunk. Egyre több olyan szerző van, aki a 21. századi stílusában közelebb hozza az olvasás szeretetét a gyermekekhez és a szülőkhöz. Ugyanis mi hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az olvasás a szülőkkel kezdődik a gyermekeknél is. Így van, hogy ez a gyermek, akinek tényleg szívesen olvasnak, meg örömmel olvasnak a szülei, azután sokkal nagyobb szeretettel nyúl önállóan is a könyvek felé. És ugye vágyja vissza azt az élményt, amit közösen a szülővel együtt élt meg. Igen, én pontosan most csak belelapoztam a Pagony egykori levelezésébe, és egy hölgy azt írta, hogy a karácsonyi gyermekkönyv mustra kapcsán, hogy nagyon jó, hogy Hajni a fehérvári Pagony lelkes és gyermekkönyv rajongó munkatársa a Neveljünk Olvasók csoport kapcsán sikerült megismerkedni, és hogy egyszerűen fantasztikus az a munka, amit a gyerekekkel és a gyerekeknek, és illetve a szüleiknek végez. Ez megerősítést jelent, ugye? Egy hasonló bejegyzés. Maximálisan igen, és azt gondolom, hogy minden munkatársammal nagyon hálásak vagyunk a hozzánk betérőknek, mert hogy mi azonnal visszajelzést kapunk tőlük, amikor bejönnek és segítséget kérnek, és sikerül az ő igényeiknek megfelelő könyvet választani. Ehhez az kell, hogy mindannyian nagyon sokat olvasunk, és nem csak felnőtt irodalmat, hanem nagyon sok gyerekkönyvet is, hogy képbe legyünk azzal, hogy mi van a boltunk polcain. Tehát önök is gyerekkönyvvel kezdték. Itt most így már van. A Fehérvári Pagony az egy olyan pillanat volt már, mint a megnyitása, ami azt hiszem, hogy hiánypótló mindenféle értelemben. Tudatosan indították így útjára, hogy először kiemelten gyermekkönyvvel foglalkozzanak? Azt gondolom, hogy ez inkább a pagonyboltoknak a fő profilja volt, hogy gyerek- és ifjúsági irodalommal foglalkoznak, és utána, amikor önállóvá, függetlenné vált a könyvesbolt, akkor gondoltunk arra, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a velük betérő szülőknek is szeretnénk egy irodalmi válogatást nyújtani. És így. És sikerült. Beépült a köztudatba a Pagony. Remek rendezvények indultak, de ugye az alap akkor még ugye a gyermekkönyvek voltak, aztán jött a kortárs irodalom és a többi. Milyen elvek mentén választottak gyermekkönyveket? Hiszen korán sem mindegy, hogy egy szülő, anyuka, apuka, nagymama, nagypapa miként gondolkodik arról. Azt tudjuk, hogy többségében természetesen olvasnak a gyermekeknek, hiszen ez így van rendben. Uh-huh. De hogy mit olvasnak, az nagyon is meghatározó. Azt gondolom, hogy rettenetesen széles a választékunk, és igyekszünk minél többféle könyvet hozni. Pont amiatt, mert nagyon különbözőek az emberek. Van, aki nagyon szívesen olvas klasszikus népmeséket, Grimm vagy Andersen köteteket, és hogy akkor az ő igényeit is ugyanúgy szeretnénk kielégíteni. Vannak olyan vásárlók, akik a mindennapi történeteket kedvelik, amik nem a fantáziavilágban játszódnak, hanem olyan helyzeteket mutatnak meg, ami a gyerekkel tényleg megeshet. Van, aki viszont a varázsmeséket választja szívesen, és igyekszünk tényleg minden szépséget megtalálni és megmutatni, külön figyelve a gyönyörűen illusztrált kötetekre is, mert azt gondolom, hogy az olvasóvá nevelés során nagyon fontos az is, hogy milyen minőségű, milyen kivitelű könyvet mutatunk meg a gyereknek, hogy ne csak a történet vigye őt előre, hanem akár vizuálisan az illusztráció is. Hol tart ma a magyar gyermekirodalom?
gondolok itt elsősorban arra, hogy minden korosztálynak megvannak-e azok a szerzői, akikre bátran lehet hagyatkozni egy ilyen programsorozat kapcsán, mint az önöké? Én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyzetben vagyunk most így visszatekintve az elmúlt évekre, mert rettenetesen színes a kínálat. És nagyon-nagyon jó látni, hogy nem csak nagy kiadók foglalkoznak gyerekkönyvkiadással, hanem egyre több kisebb kiadó is bukkan fel, akik valamilyen elgondolás mentén választanak akár hazai, akár külföldi kortárs irodalmat, akár olyan könyveket is, ahol inkább az illusztráció van túlsúlyban. És nagyon különleges, gyönyörű kötetek érkeznek. És akkor menjünk most már a felnőttekhez egy kicsit, hiszen a gyermek is felnő, és nyilvánvaló, hogyha olvasott gyermekről van szó, és megkapja a szülői indítatást erre, akkor ő maga is elkezd olvasni. És ez nagyon fontos a 21. században is. Nézzük azokat a kortárs irodalmakat, ahol a stílus és a mélységek is különböző váltakozásban mutatják meg a mai időszakot. Ezek közül hogy választanak? Itt most csak azért teszem hozzá, hogy például Grecsó Krisztián is teli találat az értelemszerűen. Igen. Tehát őt mindenki olvassa Magyarországon. Igen. Viszont ez egy rendszeres folyamat, tehát nem egy-egy nagyszerű íróra, költőre gondolok, hanem hogy általában hogy építik fel a struktúrát. Igyekszünk amennyire lehet a friss megjelenésekkel képben lenni és választani belőlük, illetve amit említettem, hogy a különböző könyves magazinoknak a listái, akkor azok az összesítések, amit évvégén hoznak ki, hogy a legjobb 50 hazai könyv, ott igyekszünk azokat tartani, igyekszünk azokból választani, és természetesen mindannyiunknak a személyes indítatása, kedvence, beállítódása ott van a polcon, és azok a szerzők is, akiket azért keresnek a vásárlók nálunk. Ugye azt tudjuk, hogy minden ilyen találkozó ünnep, de milyenek a hétköznapok? Ugyanilyen ünnepiek, mert jó segíteni, amikor valaki bejön tanácstalanul, és választani szeretne, és akkor nem, azt gondolom, hogy nem csak egy könyvet adunk, hanem élményt adunk neki azzal, hogy mond 2-3 címet, és tudunk hasonlót ajánlani ahhoz a könyvhöz. Ehhez azonban az kell, hogy rengeteget olvassunk, és megosszuk mi is egymással munkatársak a tapasztalatainkat. Miként zajlik, tehát olvasni jó, segíteni jó, de miként zajlik a felkészülés? Az egy hosszú folyamat, és egy több lépcsős folyamat. Én többször olvasom el mindig a könyvklubos könyveinket, és hagyom, hogy leülepedjen bennem, hagyom, hogy a gondolat az dolgozzon, és igyekszem utána olvasni cikkeknek, interjúknak, különböző szakcikkeket keresve, akár külföldi oldalakon is, és aztán ebből áll össze egy olyan anyag, amivel odaülök a könyvklubos közönség elé. Ugye van non plus ultra például önnek? Ezt kérdezem azért, mert nyilvánvaló, hogy mindent nem szerethet az ember fia. Igen. De azért nagyon-nagyon fontos, hogy elkötelezett a jó könyv megismertetése iránt. Ugyanakkor néha kétségek gyötörnek ebben, hogy valóban mindig a emelt szinten kell foglalkozni egy könyvvel, amit szeretnének megismertetni mindenkinek. Mert azért a stílusok különbözőek, az emberek nem különben, de ez már így van kiskortól. Igen, viszont azt gondolom, hogy a könyvklubos alkalmakban pont az az izgalmas, hogy elmondok rengeteg mindent a könyvről, és aki úgy érzi, annak lehetősége van a saját érzéseit is megfogalmazni, és az nem biztos, hogy egyezik az enyémmel, vagy akár a többségével. És ebben ez a talán az egyik legizgalmasabb, hogy olyan gondolatok hangoznak el, amit
lehet, hogy az én fejemben meg sem fordult, vagy én elvetettem. És egy újabb aspektust az az értelmezéshez. Tehát a megtartó erő mindenképpen a már vártalak. Ugye ezek a csütörtöki könyvklubok, ezek működnek nagyszerűen. Hogy választanak ki szerzőket? Tehát van-e olyan, hogy a közönség kéri, vagy igen, volt már. Szeretnének megismerkedni XY-nal? Igen, volt már erre példa Márai Sándor kapcsán. Tavaly vele zártuk az évet, az Igazi című regénye volt a közös olvasmányunk, és őt például a könyvklubosok vetették fel, hogy milyen jó volna egyszer Márait olvasni. Úgyhogy ez is lehetséges, de alapvetően én szoktam választani, és az jó, hogyha a könyvek kapcsolódnak valamilyen szinten egymáshoz, valamilyen kulcsunk mindig van, ami átvezet a következő olvasmányhoz. Viszont sokszor olvasok úgy könyvet, hogy azt gondolom, hogy esetleg alkalmas lehet egy beszélgetésre, és aztán kiderül, hogy talán mégsem az lesz a megfelelő választás. Tehát ha már Márainál tartunk, alakulnak ki egy könyvklubban viták egy-egy szerző műveiről? Ugye Márai megint csak megosztó, bizonyos értelemben megosztó személyiség, ugye ezt tudjuk. Igen, és talán azok a legjobb könyvklubos beszélgetések, amikor van nézeteltérés, illetve nem, véleménykülönbség, nem is nézeteltérés, véleménykülönbség a látogatóink elgondolásában, mert akkor nagyon izgalmas gondolatok születnek, és nagyon, nagyon pezsgő a beszélgetés. Viszont ami mélységesen tiszteletre méltó, hogy mindenki a legnagyobb tisztelettel hallgatja a másik véleményét, és nincsenek vérre menő viták, hogy most el is kell fogadni a másik véleményét, hanem meghallgatjuk, fontolóra vesszük, és mindenki leszűri magának belőle a következtetést. Hát ez semmiképpen nem 21. századi Nem, azt gondolom, de hogy valahogy nagyon fontos szerintem ez az embereknek, hogy lehet így beszélgetni, és nem kell meggyőzni a másikat a saját igazamról. Nos, aki mostanság terveket mond, legfeljebb esetőségre gondol, de önnél ez bizonyosan nem így van. Tehát vannak-e tervei, milyen tervei vannak a jövőre nézve? Ha a könyvklubban gondolkozunk, akkor szeretnénk meghívni majd ugyanígy írókat, költőket, mert hatalmas igény van arra, hogy lehetőséget biztosítsunk az olvasóknak, hogy találkozzanak a szerzővel. Illetve nagyon sok olyan könyv létezik a piacon, amit megfilmesítettek. És esetleg ilyen vonalon is összekapcsolni egy kicsit az olvasmány élményt a vizualitással. Pazar gondolat mindenképpen. Én bízom benne, hogy mielőbb megvalósul, és ígérem, hogy egyszer-egyszer ellátogatunk mi is, mert... Várjuk szeretettel. Ez valóságos. No, hát mit kívánjak ennek a fantasztikusan működő már Vártalak könyvklubnak? Minél több olvasót. Történjék így. Akkor minél több olvasót, egészséget, és hát olyan kortárs szerzőket, meg olyan klasszikusokat, amelyek előre visznek a mindennapi létünkben is. Ezt kívánom önöknek. Köszönjük szépen. És további jó munkát, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Dányi Hajnalka volt a már Vártalak könyvklub nagyszerű beszélgető társa, mármint a fehérváriak beszélgető társa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.